felillenek, akkor beszélgetünk, ahogy érezni ők szokott. Most is a legjobb, legizgalmasabb kérdéseket önök tették fel, és ezeket kivéletlenül mind fel fogom olvasni és elnépíteni. Hogyha csak azokat szoktél aztán ilyen is fogtunk a kérdés, hogy négyen hangosabban beszélek? Erővel toljuk. Megtöbb az első. Köszönjük szépen. Rögtön az első kérdés. Hova utazna el, ha volna egy hónap szabad ideje? Én nagyon szeretem utazni, és akkor is el szoktam utazni, mikor nincs egy hónap szabad ideje. Hát Magyarországon a Balcsia a kedvencem, úgyhogy én ilyen balcsi függő vagyok. Van is nekünk még családilag is ott egy kis házunk, amit meg a szüleim építettek, ez ott az északi parton, Tihanyi félsziget környékén. Tehát itt nálam ez a favorit. Külföldön, hát hogyha tájegység, vagy nem tudom, irányt, akkor azt mondom, hogy Dél-Kelet-Ázsiát nagyon szeretem. Volt szerencsém, mondjuk Kambodzsa, Tájföld, nagyon-nagyon tetszett nekem mindegyik. És hogyha város, akkor ahova visszamennék, az New York. Azt megnézném még egyszer. Mondjuk. És akkor ahol nem voltam, hát az Dél-Amerika például. Most az olimpiát kihagyom, de egyszer Riót megnézném. Meg mondjuk az Iguászú vízesést, nem tudom, azt ismerni. Azt mondják, hogy az lélegzetelálló. Volt valaki ott? Iguászúnál? Ez azt hiszem Argentina, Brazília és talán Chile 3-as határánál. Eszméletlen fotókról is. Papjános biztos volt. Papjáról lehet. Következő kérdés. Miért éppen ezt vacsoráztuk ma este? A vasi burgonyás dödölleit már megkérdezték a egyik asztalnál. Én Szombathelyen jártam gimnáziumba, ott koleszos voltam, és ez egy ilyen őrségi, és ez a zalai térséget is érinti. Úgy Nagykanizsán, mint Zalaegerszeg környékén és Szombathely környékén is csinálják ezt. Épp mondtam, hogy ennek az eredeti verziója kicsit kócosabb ennél, jobban hasonlít a krumplis tészta állagára, és ha jól le van pirítva, de ez is nagyon finom volt, ez egy olyan, hát egy mester szakács által meg volt egy kicsit fésülve, de ez egy ilyen igazi olcsó népi kaja. Én nagyon szeretem az ilyeneket, hogyha Erdélybe megyünk oda, és nagyon szeretek járni különben, akkor imádom a puliszkát, tehéntúros, tejfölös puliszkát, ami szintén ilyen hótegyszerű és nagyon finom kaja. Úgyhogy nekem bejönnek ezek a népi egyszerűségek. A hús nem ez lett volna, ezt most megmondom önöknek. Én ehhez egy ilyen ropogósra sütött kacsacombot párolt káposztával rendeltem volna, de úgy tudom, hogy a büdzsé ezt itt nem bírta el. Úgyhogy egy ilyen kompromisszós megoldás lett belőle. A Jamie Olivernek van egy ilyen konfitált kacsa receptje, amit a dél-francia pireneusok lábánál csinálnak, hogy a kacsát a zsírjában oda teszik a tűz mellé, és öt a combot sokat, és 5 órán keresztül így oldalról tulajdonképpen épp hogy csak sütik, és gyakorlatilag olyan omlóssá és olyan eszméletlen finommá válik, és utána ugye ez azokból az időkből származik, amikor még nem volt hűtőszekrény, mint amikor nálunk is az oldalas lesütötték, és a zsírban tartották a bödönben, hogy itt is a zsírjában tartották ezt benne, és hogyha meg akartak enni egyet-kettőt, akkor azt kivették, és gyakorlatilag lepidították serpenyőben, és tényleg eszméletlen jó ez a konfitált kacsa. Lett volna. Majd egyszer. Következő kérdés. Melyek voltak a kedves szinkron szerepek? Mik voltak a kedvenc szinkron szerepeid? Hát én imádom a rajzfilmeket, és tulajdonképpen nekem a szinkron is picit később jött, ahogy mondtam, ez a Notes, ami 15 év alatt lett meg. Na hát nekem pont annyi volt. És én 36 éves koromban szinkronizáltam először. Hát ez 40 éve volt. Sokan elhitték. És akkor
tulajdonképpen a rajzfilmek, amik én ilyeneken nőttem fel, hogy Foxy Maxi, meg Frédi Béni, meg melyik volt az a medve a Yellowstone Parkban, az a Maci Laci. Na, ezek, mindig imádtam ezeket, és így azt mondanám, hogy mondjuk a Gru az meg van ismerni. Na, a Gru azt szerintem egy nagyon igényesen és klasszul megcsinált, és azt négyszer voltam castingolni rá, mert nem találták a hangot rá, és végül engem választottak jobb ilyen, és nagyon örülök neki, már két rész lement belőle, például ez egy nagyon kedves volt. Következő egy összetettebb kérdés. Mit gondol Jancsó filmjeinek többnyire ambivalens fogadtatásáról? Lehet, hogy túl sűrű volt az ő zsenialitása, idő hiány alig felfejthető a szimbólumrendszere? A színészek többsége az ölésnehez hasonló lelkesültséggel beszél róla, ennyire reménytelen alkotó és befogadó egymásra találása? Hát ugye azt szokták mondani, hogy a művészetben, de lehet, hogy az egész életben is, hogy az ízlés az a fő meghatározó, hogy ki miről gondolja azt, hogy jó, és ki milyen szimbólumrendszert képes és tud befogadni. Jancsó Miklós nem tartozik a könnyű rendezők közé szerintem, és én azért is mondtam, ez már félig megvan válaszolva az unokatesommal, amikor mondtam, hogy Peti, mi azt úgy elkapcsoltuk, mint a sít, most ne haragudj meg. És szerintem ez van, és ez nem degradáló az én részemről feléjük. Ők teljesen klassz srácok, meg minden, nem annyira járnak színházba, nem más típusú filmeket néznek. Én ugyanezt gondolom a mostani piacvezetőnek számító dán művészfilmekről. Hogyha a dán kortárs filmművészetet valaki követi és szereti, és azon nől, akkor azon fejlődik, ő maga is fejlődik ettől. A produktum mindig kitermeli a maga közönségét, és megtermeli azt, aki őt érteni akarja, és igenis azt várja ettől. Aki a, most mondok egy tök másikat, hogy nem szeretnék senkit megbántani ezzel, mert ez mindenkinek a maga választása. Ugyanez, hogy mit olvasta. Azt mondod, hogy Paulo Coelho-t adtok ki, de a magvető adja ki Eszterházi, Parti Nagy Lajost, akit volt. Azt mondom, hogy ha valaki Paulo Coelho-t szereti, azzal nincs semmi baj. Sokkal jobb, mintha semmit nem olvasna. De Parti Nagy Lajos vagy Eszterházi, az más minőség. Most a Jancsó Miklósról, ugye a film mindig a művészet nagyon szubjektív, hogy valamilyen módon ő bekerült az európai filmes kánonba, Cannes-i díjat kapott, Velencében életmű díjat kapott. Megpróbáljuk elhinni, igen, hogy ő tényleg tud valamit. Én azt gondolom, hogy az ő feje, az ő receptorai teljesen máshogy voltak összerakva, mint egy átlag emberi. És én is bizonyos fordulatokat nem értettem, és ő meg azt mondta erre, hogy mert azt mondtam neki én egyszer, hogy Miki, bár tudod, az lenne az igazi trúváj, hogyha te csinálnál egy könnyen olvasható történetet. Azon lehasalnának a kritikusok, ha te csinálnál egy sztorit. És azt mondta, hogy engem azért nem csinálok sztorit, mert én úgy gondolom, hogy egy történet akkor jó, hogyha le tudja képezni azt a világot, amiben él. Mint ahogy egy görög archaikus dráma le tudta képezni azt a világot, azt a görög társadalmat, az istenekhez, a valláshoz, és a szerelemhez, és az élethez való viszony. Ő azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy a mai világnak nincs meg ez az emblematikus története, amiben le lehetne képezni, hanem ez a sketch-szerűség, és ez a picit szabdalt történet, ez az, ami ezt leképezi. És ez a történet nem mindenkinek olvasható. Nem tudom, ez válasz volt? Okay. És én tökre elfogadom, ha valaki azt mondja, te ez egy kalapsza. Szóval, de tényleg. Mert a nézőnek különben mindig igaza van szerintem, a maga szemszögéből. És majd aztán, ahogy a Miki bácsi egyszer egy fiúnak, aki elmondta egy versét neki, egy félrészeg állapotban egy kocsmánál, ahol mi együtt voltunk, és a Miki bácsi nem azt mondta rá, hogy miután elment a srác, hogy úristen, milyen rossz volt ez a vers, hanem azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy a költészetről nem lehet kortárs módon megállapítani, hogy mit él. Ez majd 50 év múlva az irodalom történet dönti el, valahogy úgy ott rostálódik ki. Mint ahogy a nyugatosoknál is voltak
nem tudom, Gelléri Andor Endréről ma nem beszél senki, pedig eszméletlen tehetségnek, és nem tudom minek indít, és valahogy Karinti megmaradt, ő meg nem. A fene tudja, hogy ez miért van, nem tudom. Lehet, hogy Jancsó, majd meglátjuk 50 év múlva. Miközben egy csomó utáni rendezőre nagyon nagy hatással volt, nem csak Magyarországon, az egyik utolsó díja, hangosabban? Az egyik utolsó díja, amit kapott, ez a Jameson filmdíj, Miskolc, amikor éppen ott voltam, amikor azt átadták, ilyen helyi potentátok, viszont egyszer csak bekapcsolták videó Martin Scorsese-t, és ő azt mondta el, hogy ő rá hogyan hatott a Jancsó. Tudom, ismerem azt az interjút, láttam. Hát ő, mint filmes, azt mondta, hogy a 10 perces egybes nitt, amit mondjuk a Szegény legényekben megcsinál, az a kameramozgatás, az forradalmi, és azon filmes nemzedékek nőttek fel Amerikában is. Ő ezt mondta. És ő is. Rá azt hatott. Erős. Következő kérdés. Pepe egy közismert és egyben közkedvelt karakter, de mennyire jelent terhet is egyúttal, akár más szerepek megítélésénél? Tehát ez a Pepe a Jancsó filmek Pepéje. Ez a hülye joviális, aki nem tudja, hogy kimentek az oroszok, sőt, azt se tudja, hogy bejöttek. Ugye ezt sokszor megkérdezik tőlünk a Zolival, Mucsi Zolival, hogy ez mennyire száradt ránk ez a dolog, stb. Én ezzel barátságban vagyok. Ezzel a hülyével. Szóval valószínűleg nem is áll igazán távol tőlem. Én ezt teljes melszélességgel vállalom, és mivel az életem, a színészi életemben olyan szerencsés vagyok, hogy sokféle szerepet játszom. Egyébként színházban többfélét játszom, mint filmen, de például most tévében játszom egy olyan sorozatban, ahol sokkal inkább egy olyan jellegű apa figurát kell játszanom, ami közelebb áll az én személyes, privát életemhez, a lényemhez, stb. Sokfélét játszom, és én nem érzem ezt ennyire. Ez egy olyan jellegű kérdés, aki ugye kisebb publicitást kapnak mindig a színházi szerepek. Én játszom például egy tanárnak a szétesésének a történetét, ami Klamháborúja címmel, te láttad talán a Kolibriben, ami egy monodráma, ami egyáltalán nem ilyen, és én nagyon szeretem, a 250-et játszottam le belőle, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy nem sikeres, mert ennyit nem lehet letolni senkinek a torkán, ha nem akarja megnézni. De ez kisebb publicitás kap, mint mondjuk ez. Tehát én sokfélét csinálok, és tulajdonképpen az Olival szoktuk ezt mondani, hogy lehet, hogy nekünk ezzel szembe kell nézni, hogy ketten érdekesebbek vagyunk együtt, mint külön-külön. Hogy ez lehet, hogy van. Ez lehet, hogy van. A fene tudja. De mivel mind a kettőnknek van egy saját külön élete is, ez tulajdonképpen teljesen kipótlódik. Úgyhogy nekem ez nem olyan nagy terv. Különben ez a Pepe figura, ezért a későbbi pályádon is visszatérnek ezek a kicsit esetlen, kicsit együgyű karakterek, hogy például az Ápa Attiláék, bocsánat, a Bodri szerepet, azt már direkt rád írták, tehát az azért lett ilyen, nem képzeld, ezt én casting voltam. Komolyan. El kellett mennem, nem casting voltam, az Ápa ott sem volt, mert szerintem Mauritiuson nyaralt, és a rendező asszisztense vette fel, és emlékszem rá, hogy beletettem még két mondatot, amitől elröhögte magát az operatőr, és utána kijöttem, és felhívtam a feleségemet, hogy te, én szerintem én ezt meg fogom kapni, de majd meglátjuk, és egy hét múlva hívott az Árpa, hogy akkor szeretném, ha te lennél. Olyan, mintha rám írták, a másodikat már rám írták egyébként, mert ugye ebből már kettő van, de az elsőt nem. De alakult benne, meg ott is volt egy német operatőr. A filmben azt szokták mondani, hogy ha az embernek az operatőr a barátja, az egy jó dolog. Az olyan, mintha a sebészeten a fősebésszel jól vagy, és te ott fekszel, az egy jó helyzet. Mert az operatőr, ha bízik benned, szereti az arcodat, ő meg tudja azt csinálni, hogy téged megtart egy utolsó pillanatban, visszavág rád, csak egy gesztussal, egy stb. És ez a német operatőr nagyon szeretett engem, és van benne két-három olyan pillanat, ami egy kicsit felfénylik ettől.
De hogy mit tud egy operatőr, ezt megmutatom önöknek, hogy a Made in Hungária című film, nem tudom, látták esetleg? Na, ugye én ebben azt a Bigali elvtárst játszom, hogy elválasztott haj, minden bajusz, és akkor mondta Csukás Sándor, az operatőr, hogy figyelj Pepe, te csak csinálja annyit, miközben Ben már megy, aki mit tud, és a fiad van a színpadon, aki ugye egy iszonyú tehetségtelen csávó, és borzalmas a zenekaruk, de én megpróbálom befuttatni a Kimi tudra, hogy azt mondta, csak annyit vegyük fel, hogy te itt vagy kint az ajtóba, és az nem üvegajtó volt sima, és csak ennyit csinálj, most megmutatom, és ez bevágta a filmet. És itt menj ki. És ezt megcsináltam, ezt fölvette velem külön a rendező, nem is kellett hozzá, betették a film, és felröhög a moziközönség rajta, mert ott az, abban a pillanatban pont jó helyen, pont jól van, és ez egy operatőri bizalom kérdés. Nem tudom, mi lett a kérdés, van egész kicsit. Nem tudom, de biztos, hogy nem válaszolni. Akkor jó. Ha nem, akkor kérdeznek. Mindent meg tudok válaszolni. Az új gazdasági mechanizmust is nyert. Tudom, hogy nehéz elképzelni, de jó. És pont egy ilyen kérdés következik, komolyan. Építészmérnökként, zárójel. Építő, az építészek azok már rajzolni is tudnak. Szabad kézzel, én nem tudom. És valójában csak ezt is írta a kérdező, csak én tudok olvasni. Tehát építőmérnökként, zárójel, na jó, igazából akármilyen minőségben, mit gondol a Liget projektről? Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz az embernek elválasztani a politikai érzelmeit a városépítészettől. És nagyon sokan, az én véleményem szerint, teljesen független attól, hogy én kormánypárti szavazó vagyok, vagy nem. Ez most maradjon titok, egyébként nem. De most ez teljesen mindegy. De például nekem a Kossuth tér tetszik, és el tudok vonatkoztatni attól, hogy most ez menj meg, kik meg, hogy meg, érted? Hogy én azt érzem, hogy nagyon sokszor, és én a Liget projektről egy picit ugyanezt érzem, hogy az emberek nem biztos, hogy tudják, hogy ott mi lesz. Nem biztos, hogy átlátják ezt. Az baj, hogyha nagyon sok el lesz lopva belőle, de azt úgyse tudjuk megakadályozni. Viszont nagyon nehéz ezt egy ellenzéki aspektusból úgy nézni, hogy te ez hát, ha jó lesz. Pedig az én véleményem szerint például a Budapest szíve program, ami azt jelenti, hogy a Petőfi Sándor utcát végig sétáló utcaként megcsinálták, egészen a Szabadság térig. Ott azok a sétáló utca részek, a Szökőkút, a Szabadság tér, én sokat biciklizek arra. Egy tök élhető hely lett, és tömeg jól néz ki szerintem. Az egész Kálvin tér alatti rész, szerintem jó pof. Tehát ezek mind a mostani kormánynak és ennek a rezsimnek a fejlesztései, és tulajdonképpen észre kell venni, hogy ezek jól néznek, én szerintem. És lehet mondani, miért olyan csupasz a tér? Ez egy koncepció volt a parlamentnél, hogy ne legyen benne fal meg épület, hanem az egész homlokzati részt egybe lehessen látni. Lehet erre mondani, hogy valakinek nem tetszik, de ott van előtte az a szökőkút, amiben tükröződik. Tehát, hogy van benne, érted? Ráadásul azt érzem, hogy pont, hogy mondtam, hogy Dél-Kelet-Ázsia, hogy 300 év múlva úgyis a növények győznek, minden ilyen emberi, érted? Szóval nincs mese, úgyis visszahódít, mindegy, most az a szürke gránit nem tetszik annyira, az nem az örökké valóságnak van. Az föl fog fagyni, feltöredezik, jönnek a gyökerek és szépen megeszik. De különben, és ugyanezt gondolom a Liget projektről, hogy azt meg kéne nézni igazán, én nem tudok ezt hozzászólni. Az, hogy lesz egy fejlő, lehet, hogy tök különös, érted? Mindig, még egyet mondom. Nem tudom, tudják-e, mikor az Eiffel tornyot elkezdték építeni Párizsban. A Rembo, a Baudelaire, az összes nagy francia és nem francia költő, író, művész teljesen ki voltak bukva. Azt mondták, hogy ők a Marsmezőre nem teszik be a lábukat, mert ilyen undorító, ez már nem Párizs. És ma mi van? Így csinál az ember. És tudom, hogy Párizsban voltam, és ez az Eiffel torony. Nehéz ez, na, nehéz. És ők teljesen kész voltak, erről olvasnak. És nem volt igaz, például ebben, nem? Mert az még Párizs, nekem van. Tegyük fel, hogy helyet cserélhetne Mucsi Zoltánnal, és milliómos lenne. Mihez kezdene először? Vennék a Scherernek valamit.
Lesz-e, és mikor folytatásnak a vállótársaknak? Ma volt az első nap, jelentem. Onnan jöttem, 4 óra 35-kor jött a kocsi a ház elé. Nem azért, hogy sajnáljanak, nem azért. Úgyhogy ma volt az első nap, és augusztus 29 a terv szerint az utolsó, közben kisebb leállásokkal, 71 napos forgatással 10 rész készül. Úgyhogy ez elindult. Ez a tévésorozatos filmes munka, az különbözik valamiben a hagyományos nagyjátékfilmes Nem munkát. Igazán, azért, mert a vállótársak, és én ennek nagyon örülök, filmszerűen van fölvéve. Például nem az van, mint a Barátok közt, hogy nincs külső helyszín, igenis vannak autós jelenetek, vannak focipálya, kocsma, erdei kirándulás, futás, lovasiskola, mit tudom én. Tehát vannak, igen, megpróbálják filmszerűen, ez már az amerikai gondolkodás, azt mondják az okosok, hogy a mozi nézés, hogy a mozi már nem tudja Amerikában sem azt a nézőszámot és azt a bevételt behozni, ami a kívánatos lenne, mert a letöltések annyira gyorsan elterjednek, hogy nem tudja egy nap alatt megcsinálni a nézettséget, viszont a harmadik napon már fönn van ingyen a YouTube-on, és tulajdonképpen, ha megnézik, a 24-jel kezdve, de elkezdődött Amerikában már egy pár éve úgynevezett minőségi sorozatok gyártása, és az amerikai A-kategóriás színészek visszamennek tévésorozatot forgatni, egyáltalán nem probléma, nem snasz, hogyha olyan minőségi dolog. Most a vállótársaknak, ugye az HBO kezdte elsőnek ezeket, és most a kereskedelmi tévék közül a vállótársak az első ilyen, ami szintén hasonló, megpróbál filmes módon, igényesebben, színészekkel, jobb dramaturgiával megírt, előre jó szituációkra felhúzott történeteket megvalósítani. És ettől nem különbözik jelentősen. Például az operatőre egy filmes operatőr. A színházon filmen túl a magánéletben is élő barátságok, kapott-e barátság? Igen, azt lehet mondani, jobban vagyunk az Olival, de ő is azt szokta mondani, meg én is, hogy az elmúlt 20 évben külön-külön több időt töltöttünk egymással, mint a feleségünkkel, ami azért durva, és ezt szerintem lehet, hogy tényleg így van. És így magánéletben ritkán járunk össze, de annyi szálon kötődik az életünk most is, van nekünk egy mini társulatunk, aminek az a neve, hogy Nézőművészeti Kft. Van egy hasonló című színházi előadásunk a Nézőművészeti Főiskola. Nagyon jól nézzék meg, aki nem. A Centrál Színházban befogadott előadásként. És ez a Kft. Ez alkalmas, ez egy non-profit közhasznú szervezet, ami alkalmas produkciók létrehozására, pályázatokra, ugyanakkor az előadások bevételeinek az újrahasznosítására. Tehát egy csomó ilyen, olyan, mint egy mini színház, csak épület nélkül és villanyszámla nélkül, ami egyrésztről nagyon hasznos, másrésztről ennek is megvannak a maga hátulütői, viszont nekünk van 12 futó előadásunk csak ebben a Kft-ben, ami a mi tulajdonunk, mint Néző Kft. Ebben az Olival mi együtt vagyunk, meg még 3 másik kollégával, és csak ebben a Néző Kft-ben mi 7 előadásban együtt játszunk. Ami azt jelenti, hogy egy hónapban minimum, és akkor még játsszuk a mulatság előadásunkat, ami még mindig megy, és még egy darabot. Tehát igazság szerint 10-12 estét együtt töltünk akkor is, hogyha nem próbálunk újat, de idén próbáltunk egy újat is, amikor hónapokig együtt voltunk éjjel-nappal. Tehát ez tulajdonképpen ez elegendő mind a kettő. Több interjúban említett, hogy időnként nagyon összevesztek forgatáson. Közben meg különben ezekben a szerepekben is vannak ilyen konfliktusok, a két szereplő közötti konfliktusok, de hogy az nagyon más, mikor tényleg veszekedtek? Tehát, hogy az más, mint egy filmes jelenetben, ahogy veszekedtek? Ezt hogy kell elgondolni? Két ilyen sértődös öregember vagyunk, és az egyik mond valamit, és a másik egyből, hogy jó, oké, akkor persze, te így gondolod. Most éppen Temesváron játszottunk
egy olyan darabot, amit én rendeztem, és az Oli játszik benne, hát nagyon durva volt egyébként, már maga a próba folyamat, és Temesváron volt egy szakmai beszélgetés, ahol ő kifejtette a véleményét valamiről, és én elmondtam, hogy én ezt nem így gondolom, és akkor ő erre mondta, hogy jó, akkor te nem így gondolod, én meg ezzel nem értek egyet, mondta, közben ezt fordították romára, meg angolra, nagyon érdekes, mert gondolom mindenkinek. Tehát ez azért van, szerintem a mi barátságunk attól más talán, vagy attól tud működni, hogy mind a ketten képesek vagyunk bocsánatot kérni, és egy jobb postot nyújtani, és azt mondani, hogy te, azt hiszem, egy kicsit hülye voltam, felejtsük el. Szóval, és ezt tovább tudja vinni, de ez kell hozzá. Szerintem a színházban, filmes munkában nincs összeveszés nélkül. Nincs. Meg kell küzdened az igazadért. És az ügy, és nem is a te igazad a leglényegesebb, hanem az ügy. Ha te azt érzed, hogy ez így jó, mert a filmnek vagy a darabnak így jó, azért meg kell küzdeni, és azt, hát az véves tud lenni. Miért tűnik reménytelennek az úgynevezett alternatív és a kőszínházi színjátszás valamilyen módon való szorosabb kapcsolata, közeledése egymáshoz? Hát ez nehéz egy mondatban elmondani. Nem, mintha bármit is el tudtam volna mondani, elég elmondani. De ugye ez megint olyan, én ebben nem tudok objektíven beszélni, mert én bennem ott van ez az egész, ma már kisebb, de ott van az a fajta kisebbségi komplexus, ami nálam a hajtóerős volt, hogy igen, én gondolok magamról valamit, és azt szeretném, ha mások is ugyanezt gondolnák rólam. És ez szerintem az összes ilyen függetlenben ott van. Nem tudom. Voltak időszakok, mikor ez közeledett egymáshoz. Most valahogy megint nem annyira. Tehát mit tudom én, a Nemzeti Színház igazgatója tesz olyan kijelentéseket, hogy minek a függetleneket ennyi pénzzel támogatni. Most elmondom, hogy a függetleneknek az éves NK-as támogatása az azt hiszem 250 millió forint, amit szétosztanak, nem tudom, 50 vagy 60 társulat között. Ehhez képest a Nemzeti Színháznak szerintem 2,5 milliárdos a költségvetése, és ezt ő sokkalja. Erre nem tudok mit mondani. Szóval ez, érted? Ez nem a közeledés felé visz. Meg hoznak ilyen törvényeket, hogy mit tudom én, most már van ilyen, hogy diploma nélkül 10%-nál nagyobb művészeti állományt nem lehet alkalmazni egy kőszínházban. Hát ez megint nem erre a közeledésre mutat. Ugyanakkor, hogy? Bocsúj, a Latinovics. Hát igen, és akkor azt mondom, hogy Csákányi Eszter, Jordán Tamás, Latinovics Zoltán, Tordi Géza, egyik sem végzett főiskolát egyébként. Lehet, hogy Szirtes? A Szirtes Ádám sem, az Ági már végzett, de ez egyiknek így alakult, másiknak úgy, nem biztos, hogy ez a kategória, de ő azt mondja, hogy persze, az egy, az lehet ott, csak a többi szar ne legyen ott, de hogy az ki, azt nyilván ő akarja megmondani, és ez már egy nehéz ügy. Nem tudom, minden, fogynak a keretek, szűkülnek, mindenki érzi, hogy itt baj van, és hát kaparja a sajátját, borzasztó, nehéz. Lehet, hogy hamarosan visszatér az Arvis úrra, de ugye az valamilyen ős magyar, tudod. Következő kérdés. 7-szer láttam a Nézőművészeti Főiskolát, de még szeretném megnézni. Ugye játsszák a következő szezonban is. Kezed fel, ez ki volt ez a szerencsés? Komolyan? 7-szer? Megőrülök. Én nem láttam a Nézőművészetet. Hát nagyon örülök, játsszuk. Ez a Centrál Színházban marad, jöjjenek el önök is, tényleg jó pofa. Van nekünk a Zolival és Tasnádi István íróval, egyébként simán meg lehetne ide hívni, egy nagyon klassz este lenne szerintem, ha az Istvánt el tudják csípni. Ő egy olyan, most az HBO-nak a vezető írója egyébként, ő írja az Aranyélet, meg ezeket, hát az ő és a tímje írja ezeket az egyik minőségi sorozatokat az HBO-nak, a Terápiát is például, és az István egy olyan ember, a magyar írók közül, most ezt a nézőművészetére mondom, ennek ő az írója hivatalosan, de ő egy olyan író, aki képes arra, hogy színészekkel, nyilván ehhez kell valami kreativitás a színészek részéről is, mondjuk mi a Zolival, meg más kollégákkal a rendezővel, 5-6-an leülünk az Istvánnal, és az asztalnál az első próbán még arról beszélgetünk, hogy ki
kinek mi csípi a szemét legjobban ma, itt Budapesten, Magyarországon, Közép-Európában, a világon, bárhol, mi az, ami legjobban felbosszantott az utóbbi hírekből, ezeket az István leírja, és magát a témát is együtt találjuk ki, és azt, hogy annak mi legyen a formája abból, hogy legyen színházi előadás, az egész egy közös kreatív munka, amit aztán íróként ő jegyez, de a nézőművészeti egy ilyen darab, és a másikben mindig, például a nézőművészeti, az azt mondtuk, hogy csináljunk valamit a színházról, arról, hogy lesz-e itt még 20 év múlva színház, hogy 2000 éve valahogy van, de hogy kell ez még, és akkor ebből a fikcióból 2020-ban vagyunk, a kormány bezáratta a színházakat, mert a nézőkből agresszivitást váltott ki a háromdimenziós színész látványa, mert már a tévé miatt csak a kép. És akkor ilyen atrocitások voltak, és a kormánynak az volt a legegyszerűbb, hogy bezáratja a színházat. És két állástalan színész, ez a Bucsi meg én, kitalálja, hogy kell csinálni egy főiskolát, ahol a nézőket meg kell tanítani nézni, mert az a helyzet, hogy mi iszonyú jók vagyunk, csak a nézők borzasztóak. Nem tudnak jól nézni. És van egy főiskola, annak a nyílt napjára érkeznek a nézők, és mi meg fogjuk önöket tanítani nézni. Hát persze ebben agyeldobásig minden. Elmondtam a szüzsét, ha van kedvük, jöjjenek. Lesz. A tévésorozatokról mi a véleménye? Meddig lehet hazánkban sikeres ez a műfaj? Lesz-e magyar Dallas? Hát az már van szerintem, vagy a Dallas. Hát nem tudom, ugye persze a Barátok közt nem az a minőség, de ilyen, ezek a napi szappanoperák, ezek már mennek egy ideje. Nem vagyok nagy tévésorozat néző, megmondom őszintén. Nem vagyok rajta igazán, de félig meddig erre már válaszoltam ezzel az amerikai tendenciával, hogy a mozi nézés egy picit ilyen módon a tévére megy át, mert rájöttek ott is, hogy például ennek a vállalatársaknak esténként 800 ezer nézője volt. 800 ezer nézőt egy magyar mozifilm nem tud csinálni, a Saul fia, ami csodálatos, most 300 ezer fölött van, ami eszméletlen siker, de ebben a Cannes-i díjtól az Oscar-ig minden benne van, és azt gondolom, hogy ezt minden egyes magyar értelmiségi megnézte ezt a filmet, és ez a szám ez így jött ki. De azt mondják, hogy ha 100 000-et elér egy nézőszám, akkor az ma már jónak számít. Annyira nincs financiális háttere a mozizásnak, sajnos. Tehát szerintem lesznek tévésorozatok. Inkább ez még fejlődő félben van szerintem ez a történet. Bucsi Zoltánon kívül kivel szeret leginkább együtt játszani? Hát, ugye a színjáték az egy nagyon intim dolog, mert azt szokták mondani, hogy figyelem nélkül nincs játék. Hiába van megírva a szöveg, nekem figyelnem kell. Tehát most mit tudom, hogy önnek valami fújja a haját itt már egy ideje, hogy én ezt már rég kiszúrtam, és ha mi beszélgetésben lennénk, akkor azt mondom, hogy milyen jól lobog az a séró, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem az van, hogy nem pont ugyanazt mondom, vagy nem pont ugyanúgy nézek ezért, mert vagy észreveszem, hogy valaki rossz kedvű, úgy ül, nem tudom, besüllyed magával, és azt, tehát hogy azt meg kell látni. És ez ilyen módon egy nagyon intim és nagyon finom játék tud lenni két olyan színész között, aki képes figyelni egymásra. Most azt mondják, hogy csodálatos nagy művészek vannak, akik egyáltalán nem figyelnek a partnerre, és magukban akkor is ugyanúgy lejátszák, hogyha nekem időközben megcsúsztam, bevertem a fejemet és folyik a vér, de ő neki az a szövege, hogy ízlik a limonádé, akkor ő azt fogja kérdezni. Na most a Mucsi az biztos, hogy megkérdezni, hogy mit érlékeltetted meg a fejedet. Ki az? Sok ilyen van, de ugye az állandó partnerek közül most mondjak nevet, aki szerintem olyan, akivel jó játszani. Hát az ilyen hülyéskedős, improvizációs dolgok, ami a Rudolf Péterrel nagyon jól meg tudjuk találni a hangot. Nyilván az van, hogy ott is kicsit szólózik mindenki, de mi elég jól tudjuk egymásnak adni alapot. Például ebben a műfajban. Nekem van egy fantasztikus partnerem, aki nem lesz önöknek meglepetés. Egyébként ez egy teljesen ilyen
én úgy mondom, igényes bulvár darab, a Neil Simonnak a Plegykafészek című darabja, ami a Centrál Színházban megy, és nekem a feleségemet Básti Júli játsza, aki tényleg káprázatos. Tehát de ebben a figyelemben is egyébként egy nagyon nehéz csaj, és nehéz a próbákon vele, mert tényleg mindennek stimmelni kell, és egy nagyon maximalista. De például mondok egy pici példát, hogy a jelenetben ő itt ül mondjuk, és van egy olyan jelenet, amikor bejön egy fiatalabb színésztő, aki elkezd valakivel kikezdeni, és itt valahol lehajol úgy, hogy a sejhaja az így teljesen feltárul felé. Na most, hogyha én nem tudom úgy ezt megcsinálni, pedig ő arra néz, hogy csak annyit csinálok, hogy egy picit lejjebb húzom a szemüvegem, és így kihajolok ezt nézni. Ezt a Juli leveszi, de ezt senki nem látja szerintem. De én tudom, a Juli rám néz, és abba elindul, és egy picit így behúzom. Mert ő a feleség. De ez nagyon pici dolog. Ez a mi kis titkos játékunk. Ezt nem is mondta soha a rendező. Ez csak a mi kettős... Vagy van egy közös nagy nevetésünk, amikor iszonyú hülyén nagyon sokáig kell röhögni, és én tudom, hogy ő figyeli azt, hogy én milyenben vagyok. És ha én úgy indítom, hogy nem tudom, akkor ő is harsányabban indítja az egészet, és följebb meg. Hogyha én ilyen Martell röhögést csinálok, ezt a akkor ő is picit bemegy, érted? És úgy vinnyogunk, tudod, mikor már olyan infarktusnak az ember a fejében, oda megy a hét. Mert és én érzem pontosan, hogy ő ezt figyeli, hogy én milyen beindítom. Ez nagyszerű dolog. De ez nagyon pici, érted? És nem az, hogy érzik a fejed, és arra mond valamit, hanem mi az? Ez csodál. Következő kérdés, hogyan egyeztethető össze ez az űrő tempó, időbeosztás a családdal, gyerekekkel? Sehogy. Várjál, megkérdezzük a feleségét. Viki ott boldogat nézik. Hát ez nehezen. Igyekszünk azért programokat csinálni, meg kisebb, nagyobb időket kihalapni. Nekünk három gyerekünk van, két kamaszlány, egy 20 és egy 18 éves, és egy 9 éves fiú. Ez ugye nagyon különböző korosztály, ritka az a program, amikor együtt tudunk lenni. Például egy három hete Egerbe meghívtak engem egy ilyen filmfesztiválra, pont a Médi Hungária előtt vetítették, és előtte volt egy beszélgetés, és akkor ahogy le tudok-e venni, és mondtam, hogy én le tudok, de ez nekem egy szabad hétvége. És mi a Balcsira akartunk menni. Ha adtok nekünk ott egy wellness szállodát, ahova az egész családot leviszem, akkor lemegyünk. És adtak. És erre rádumáltuk a csajokat, és oda lementünk. Ez például egy jó hétvége volt. Szóval ez, én már így alkudozom. Itt is kialkudtam, hogy a gyerekek jöhessenek, de aztán nem tudtak végül is, de próbálkozom. Nem egyszerű. Mennyire tudatos egy Mucsis Erler jelenetben az agresszió és a káromkodás aránya? Figyelni kell a határokra. Tulajdonképpen ez már múlt idő, mert ezek a jelenetek zömében nagyon sok filmekben voltak, és lehet, hogy ez úgy tűnik, mintha ez még mindig új lenne, mert még fölteszik a YouTube-ra, vagy előtérbe kerül, vagy ilyesmi, de nekünk ilyen jellegű jelenetünk az utóbbi időben nincs. Mi játszunk Don Quixote-t közösen úgy, hogy a Don Quixote, én vagyok a Sancho pont a szkénében, amiben egyáltalán nincs ilyen jellegű dolog. Egyébként pont Parti Nagy Lajos, aki itt volt vendég, ő segített egy verziót átírni az eredeti Cervantesből. Szinte klasszikusnak mondható szövegeket mondunk. Van, ha úgy kívánja meg a dolog, nincs jelen az életünkben ez a problematika most. Hogy milyen az aránya, nem tudom, erről van az a történetem, hogy a szüleim, még édesapám is élt, eljöttek megnézni egy Jancsó filmet úgy Veszprémben, hogy a Miki bácsi is ott volt, ilyen közösség találkozón, és ott Veszprémiek, eljöttek megnézni, és kijöttünk, és azt mondta anyám, nekem is, meg a Miki bácsak, hogy nagyon tetszett, de nagyon sok a káromkodás, rendezünk, ez nem szabad, anyám pedagógus, hogy mondtad, ezt az ifjúságot nem szabad ilyen csúnyán beszélni, ezt eltanulják. És erre mit csinált a Miki bácsi? Beleírta a következő forgatókönyvbe, amikor a Zoli egy cifrát káromkodott,
vagy nem, én mondtam valamit csúnyát, és a Zolinak beleírta a következő szöveget, hogy Petike, Petike, ne káromkodj, megmondta anyukád is, hogy benne van a második filmben. Következő kérdés. Mindig is érdekelt, hogyan tud egy színművész kijönni egy olyan szerepből, mint a Klam, amely nagyszerű előadást nekem is nem kevés időbe telt megemésztenem, feldolgoznom lelkileg. Hát ez pont ez a monodráma a tanár szétesésének a története. Nagyon örülök, hogy ez feljött, mert tényleg ez szívem csücske, ez a darab. Az első fél évben kifejezetten rosszul aludtam az előadások után. Maga a téma is, és maga az, hogy éreztem, hogy ez nagyon tetszett az embereknek, és nagyon éreztem, hogy felkavarja őket, ezért nagyon visszahatott rám. De nem csak maga a történet, amit én eljátszom, hanem az, ahogy a fogadtatása az egésznek, tehát egy felkavart engem, és ezt meg kellett tanulnom, azt csináltam, hogy én már egy több mint 10 éve járok futni a bicikli mellett, mert a futás akár csak egy fél óra, ugye ez egy ilyen kardió mozgás, jobban kilazít, a stressz oldásra alkalmasabb, mint a bicikli, és tulajdonképpen, ha egész egyszerűen akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy ha van ilyen, ami különben mindig azt jelzi, hogy az egy jó dolog, ha az emberrel ilyen történik, ami rám is így hat vissza, és ennyire felkavar, akkor azt mondom, hogy kifutom magamból. Amúgy ma már nem hat, tehát megtanultam ezt, ma már nem hat annyira erősen vissza rám. De tényleg ez egy diák öngyilkos lesz az iskolában, és az osztály ír egy levelet a tanárnak, én vagyok a tanár, az osztály a nézők mindig, egy osztálykermi darab rendesen asztaloknál ülnek, dolgozat van benne minden, és ír egy levelet, amiben azt követelik, hogy kérjen bocsánatot, mert őt teszik felelőssé a diák haláláért, és amíg ezt nem teszi meg, addig nem tanulnak és nem kommunikálnak vele. És egy nagyon kemény helyzet, ez az alaphelyzet, és ebben a fickó teljesen szétesik, hogy mi pontosan, hogy azt nem mondom el, hát ha van kedvük megnézni. Nagyon erős, drámai sűrítmény, tényleg. Hát így. Kifutom. Meséljen a rendezői munkáiról. Ezeket jobban kedveli, mint a színészi feladatokat? Hát ugye én rendező, ez egy nagyon-nagyon jól hangzik minden, de hát mint ahogy persze színész sem vagyok, rendező sem vagyok, tök jó, akkor ezzel már nincs gond. Viszont ez pont a Klam miatt én belekeveredtem meg az ifjúsági osztályterem színházi színjátszásban, rengeteget jártam iskolákba ezzel a darabbal, és Gyulai Eszter barátom dramaturg, aki megkeresett, hogy csináljunk drog témában egy darabot, amit mi közösen fejleszteni, tehát mi írnánk, és egy vagy két szereplős előadást, ami valamilyen módon erre az eszement szenvedélyre, amiben tényleg bele lehet halni, erre reflektálna, színházi módon zsigeri élményt adva, de úgy, hogy sulikba is ki lehessen vinni, és akár egy fél óra előkészülettel ezt el lehessen játszani. Ez lett a Gyáva című előadása a Thália Színházban, Játsszuk és visszük sulikba, és ezt én rendeztem is, közösen írtuk, és játszom is benne az apját a fiúnak. Nagyon szeretem, ez a másik a szívem csücske, és így a Klammal együtt ez az egész ifjúsági színjátszás. Ez annyira sikeres lett, díjakat nyertünk vele, minden, már túl vagyunk a 250-en ezzel is, ami után még további 5 előadást csináltunk, amit én rendezőként és íróként is valamilyen szinten, vagy dramaturgként benne vagyok ebben a munkában. Ez maga az a pici csoda, mint amikor a lepke leszáll, letesz valamit, abból lesz egy hernyó, egyszer csak kifakad, kijön belőle valami, és egyszer csak elrepül, hogy tényleg, hogy a születés csodája ez maga, ezek a pici darabok nekem. Mert ez nagyon könnyen átlátható, egy vagy két színész, és onnan, hogy az ötletet kitaláljuk, hogy mi legyen, a legkülönbözőbbek vannak, mondok egy párat, van Vakság címmel egy darab, amiben egy lány elveszti a látását, és erről mesél egy monodráma, amit közösen írtunk, és én rendeztem, és ez ilyen tolerancia, másság elfogadás
témát lehet iskolákba vinni vele. Nagyon csodálatos munka volt. Akkor van Adi per Petőfi címmel, egy kétszereplős darab, azt láttam. Na, és az pedig a két költő, tehát azt mondom a legkülönböző téma, a két költő prózaírásaiból és levelezéseiből egy olyan párhuzamosított életrajz, hogy akik sose találkozhattak, mert 30 év különbséggel, 30 éve később született Petőfi halála után Adi, hogy de mégis van köztük egy egyirányú kommunikáció Adinak egy írása nyomán, amiből mi csináltunk egy előadást, amihez kortárs költőket hívunk, és kortárs költészetről, egyébként a Grecsó volt nálunk, azért is kérdeztem, nálunk is volt vendégként, költőként, mindegyikhez van egy feldolgozó beszélgetés, a drogos darabhoz egy addiktológus szakértő, a vaksághoz egy vaklány, egy igazi vak, aki nem a színésznő természetesen, ehhez egy kortárs költő, és van még két darab, az egyik egy nagyon komoly családon belüli erőszak, egy abúzus története, amikor egy tinédzser lányjal a nagyapja kikezd, amihez egy pszichológus szakértőt viszünk, és van egy a legkönnyedebb témájú, a kézmosás fontosság című darabunk, ami egy INTS-es orvos és egy baktérium története, akiről kiderül, hogy az orvos kezén lakik, és tulajdonképpen amikor a doki a kézmosásról konferenciát tart, akkor ő is konferenciát tart az ellenkezőiről, mert ő csak élni akar, semmi más. És ebben Semmelweistől kezdve egy csomó minden. Ezek, nagyon szeretem őket. Mi is volt a kérdés? Hogy ez miért? Ez maga a csoda, mert ez tényleg jön egy ötlet valaki. Tehát ez a darab, ez úgy lett, hogy a gyávát, a drogos darabot játszottuk egy kórházban. És oda jött hozzám egy nővérke, hogy művész úr, fantasztikus előadás. Tudja, miről kéne maguknak darabot csinálni? A kézmosás fontosságára. Mert a fiatalok nem hiszik el, hogy az őket érő betegségek 75-80%-át meg lehetne előzni alapos kézmosás. Elkezdtük rölni, hogy ekkora hülyeség nincs, hogy ebből darabot. És azt mondtuk, hogy nem próbáljuk meg, de. És megcsináltuk. És már 70-et játszottunk belőle, imádják, sulikba visszük. És ehhez pedig egy infektológus szakorvost visszünk, akivel járványokról, védőoltásokról, higiénéről, egészségmegőrzésről lehet beszélgetni, akár egy súly. Tehát nagyon szeretem őket. Ez egy külön gyöngyszeme az én színészi történetem. És sokkal kisebb publicitást kap, mint mondjuk bármelyik film. Elégedett az életével. Hát veled nem cserélni. Utolsó előtti kérdés. De magamban semmi. Utolsó előtti kérdés következik. Mi az a kérdés, amit ilyen alkalmakkor szívesen megválaszolnak, de soha nem teszik fel? Úristen. Én szerintem már mindenre válaszoltam, arra is, amit nem kérdeztek. Nem tudok most válaszolni erre, mert nem tudok, de még csak annyit hozzá, hogy ugye vannak azok, amit a Bástyúli kapcsán meséltem, ezek a pici, a színészi játékokban a csoda, azok a kicsi küzdelmek, a kicsi szembenézések, hogy ezekről ritkán kérdeznek, és nagyon ritka az újságíró, aki el tud jutni 3-4-5 kérdéssel odáig, hogy ilyen pici dolgokról legyen szó, ami az egésznek a lényegét érinti, arról nehéz, mert az ismeretlenebb is egy picit, ráadásul túl szakmásnak tűnik, holott az igazi lényeg az pont ebben van. Nem tudom, ilyesmi. Köszönjük. És az utolsó kérdés, ami valójában egy kérés, de nyugodtan lehet rendelmet válaszolni. Szívesen énekelek. Ehhez képest a kérdés, feltölteni a lovat és megfújnál. Természetesen. De csak mint a higfos úgy jön ki belőle. Szóval úgy nem száll el. De ehhez, hát ha valaki segít, egy kis szaporos vizet szerváljunk. Van ott ez a kézmosó. Csináljuk meg, próbáljuk meg.
Elhiszi? Elhiszi. Már mindenki menni akarod. Nem. Ezt egy bátors tubának tekintjük. Simán, egyébként simán, nem. Nagyon szépen köszönjük ezt a mai estét, hogy beszélgethettünk. Köszönjük szépen a ma esti figyelmüket és az egész magadban a figyelmüket, hogy itt vannak, jönnek máskor, és köszönjük szépen. Köszönöm.